Május 31-én gyermekzsivajtól volt hangos a Bókai kert. A borús idő ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre. Vatta cukor, lufik, céllövölde, sok színes játék és program fogadta a családokat a gyermeknapon. Bajos szép nagy madára mandó, élet ösztön első rangú. Ha üldözik, még szárnyával is, könyökölve. A színpadi produkciók közül kiemelném még az Apacuka zenekarnak a koncertjét, illetve este a Sugar Love koncertet, valamint még többször láthatjuk a Városgazda Akadémia különböző szakosztályának a bemutatkozását is a színpadon, és a színpadon kívüli produkciókonál megtalálhatjuk a Városgazda járműveit, amit szintén be lehet ülni, ki lehet próbálni, illetve ahogy itt végig sétálnak a kerten, rengeteg kézműves árus kínálja a nagyon jó minőségű, nagyon szép termékeit, illetve finomabbnál finomabb falatokat lehet megkóstolni változatlanul. A Városgazda utánpótlás akadémia sátrában kvízjáték fogadta a kisebbeket és nagyobbakat, ahol sportos kérdésekre kellett választ adni. Többek között labdát, malacpersejt és bögrét sorsoltak ki a helyes megfejtők közt. Bemutatkoztak az akadémia jelenlegi és leendő szakosztályai is. A családok tájékozódhattak a nyári táborokról és sport lehetőségekről. Ma az összes meglévő vagy jövendőbeli szakosztályunkkal felvonultunk. Egyértelmű, hogy labdarúgás, hiszen ők már működnek, február óta a Bozsi tornákon is indulnak. Jönnek a küzdősportosaink, hiszen a küzdősport szakosztályunk is egy pár héttel ezelőtt alakult. Bemutatókat tartanak mind a három szakákban, tehát lesz thaibox, kyokushin karate és aikido bemutatónk. Természetesen az akadémia sátrába, az úszással kapcsolatban, az úszószakosztályunkkal kapcsolatban is lehet érdeklődni. Itt van az úszószakosztályunk vezetője, a szabadidősport szakosztályunk aerobik bemutatót tartott. Tehát szép lassan épül az akadémia, most már több mint 150 tagunk van, és innentől már csak felfele vezet az út. A gyermeknapi kavalkádban mindenki megtalálta a számára tetszetős programokat és állomásokat. A lufik meg a játékok. Kézműveskedés. Igen. És mit fogtok kézműveskedni? Találtunk elől egy ilyen festős. Hogy ilyen porcelán lehetett festeni. Idén sem maradhatott el a pónilovaglás, az állatsimogatóban pedig megetethettük a csacsit, vagy akár a lámát is. Sok minden állatot láthatunk, például póni, lámát, szamarat, kecskét, lovat. A fiúk is találtak maguknak elfoglaltságot. A Városgazda rengeteg munkagépet vonultatott fel a gyermeknapon, melyeket természetesen ki is lehetett próbálni. Jó érzés, mert még nem ültem úthengeren, de sok járművel már ültem. Most éppen milyen autóban ülsz? Pákolyokba. A színes programok mellett meglepetésként szolgált, hogy két sportpályát is átadott a kerület vezetősége a Bókai kertben. Egy 20x40-es méretű élőfüves pálya, ez egy gyeptégázlás volt, nem műfű és nem füvesítés, mert a füvesítéssel sok probléma szokott lenni, úgyhogy ez a biztos. A Városgazda csinálta saját erőből, abból a célból, hogy egyrésztről a Bókai kert színes palettáját bővíthessük egy újabb sportfelülettel, valamint ugye létrejött az Utánpótlás Akadémia, és annak is egy remek lehetőség, hogy bármelyik szakosztálya, főleg a labdarúgás ide tud jönni, de természetesen ez nyitva van a kerület számára. A strandfocipálya több lehetőséget is rejt magában. Budapesten ez az egy hivatalos strandlabdarúgó pálya van, tehát ez egy nagyon nagy újdonság. Az ötlet az onnan jött, hogy megkeresett minket az egyik kerületi egyesület, akinek futszál és strandlabdarúgó szakosztálya van, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, itt a Városgazda Utánpótlás Akadémiáról beszélek. Ők nagyon szeretnének vagy együttműködési megállapodást, vagy egy szakosztályként belépni. Ebbe az utóbbiban maradtunk, tehát van most már egy futszál és strandlabdarúgó szakosztályunk is. Több funkciós, hiszen lehet használni strandlabda funkcióra, strandkézi funkcióra, valamint van egy új játék, a strand tenisz, úgyhogy nem csak a labdarúgás szerelmesei, hanem egyéb sportágak szerelmesei is használhatják. A nyári napközis tábornak is egy lehetőséget kínál a programjának a bővítésére. Aki nem fáradt el a sok sportolás és játék közben, az kipróbálhatta a kalandparkot is. Ennyi izgalom mellett bátran állíthatjuk, hogy remek hangulatban telt a Bókai kerti gyermeknap, és akik idén lemaradtak róla, annak Nikol és Lili elárulja, miért jöjjenek el jövőre.
Vagy szórakozzanak. Mert tök jó játékok vannak, és kézműveskednek.